Misztikus kísérőnk a Hold. Nézz fel az égre egy tiszta éjjel, és merülj el a Hold látványában. Csupa titok és misztikum. A Hold azonban jóval többet jelent puszta romantikánál bolygónk szempontjából. Különleges égi kísérőnk a naprendszer egyik legnagyobb holdja, csak a Jupiter 3 galilei holdja és a Szaturnuszt kísérő Titán nagyobb nála. Bolygójához viszonyított tömegarányát tekintve pedig tagadhatatlanul a legnagyobb, így Földünkre igen jelentős dinamikai hatást gyakorol. A Hold nélkül a Föld forgástengelyének a dőlése nem lenne stabil, folyamatosan változna, ami az időjárást kiszámíthatatlanná tenné. Holdunk tehát a klímát is stabilizálja, amellett, hogy tömegvonzása hatására alakult ki az apály-dagály jelenség, amely az evolúció során elősegítette a szárazföldi életformák kialakulását. A Föld tömegvonzásának következtében a Hold anyagának belső súrlódása fokozatosan lassította a tengely körüli forgását, ami mostanra a keringési idejéhez szinkronizálódott. Mivel forgásának és keringésének periódus ideje megegyezik, keringése kötött, és mindig ugyanazt az oldalát látjuk. A Hold nagyjából 28 nap alatt futja be pályáját a Föld körül. Attól függően, hogy a nap éppen melyik részét világítja meg, más és más fázisában látjuk. Új hold idején a hold szinte teljes felénk néző oldala megvilágítatlan. Ahogy pályájának első negyedét rója, a látható fényes felszín növekedni kezd. A hold látszatra előbb sarló, majd félhold alakú lesz. A növekedés folytatódik. Teli holdkor a nap teljesen megvilágítja a látszó holdkorongot. A fázisok ezután fordított sorrendben követik egymást. Az általánosan elfogadott elmélet szerint a Föld és a Hold egy kozmikus katasztrófa eredményeként egyszerre keletkezett. Feltételezhetően a naprendszer kialakulása után nem sokkal a Föld elődje egy nagyjából Mars méretű bolygóval ütközött, amely nyomán a két égitest részben megsemmisült, majd újjászületett. A szétszóródott anyagból azután lényegében két új égitest formálódott, a Föld és a Hold. A közös eredetet támasztja alá a Holdról hozott kőzetminták és a földi kőzetek nagyfokú hasonlósága. A Hold tehát Földünk ikertestvére. Talán ezért érzünk misztikus vágyakozást, ha rápillantunk.